A motiváltságról tartott előadást Tóth László, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanárképző Intézetének főigazgatója a Fenyverszállodában. Olyan, az Arany János kollégiumi programban dolgozó pedagógusok találkoztak egymással, akik együtt akarnak tenni a hátrányos helyzetű fiatalokért. Először is ezek a gyerekek eddig sikertelenek voltak a tanulásban. Tulajdonképpen az a feladatunk, hogy megfordítsuk a sikertelenséget, sikerré változtassuk. Erre egy nagyon jó módszer, egyrészt az az önmeghatározó, öndetermináló módszer, amit már itt az előttem szóló kollega felvázolt. Másrészt voltak olyan kutatások, amelyek kidolgozták azt a módszert, amely a probléma megoldó központúságból a megoldás központúvá viszi a figyelmet, és erre készíti fel a tanárokat, illetve hogy a mindennapokban ennek a lehetőségeit, a módszerét lehessen használni. A hosszú folyamatban, hogy ezeket a gyerekeket sikerhez juttassuk, az alapvető tény, hogy folyamatosan visszacsatoljuk azokat a pozitív teljesítéseket, teljesítményeket, akármilyen kicsik voltak is, amiket ők aznap, azon az órán, vagy abban a programban teljesítettek. Az Arany János kollégiumi programot a 2004-2005-ös tanévben indították el azzal a céllal, hogy segítsék a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekeit. A programban résztvevő diákok a kollégiumi rendszeren keresztül nappali tagozatos, érettségit adó középiskolai és gimnáziumi osztályokban tanulhatnak. Maga az IKP program az a 2000-es évek elején indult, és az első-második évben már sikerült bepályáznunk, tehát tulajdonképpen több mint 20 éve zajlik az iskolánkban ez a program. Azóta nyugodtan mondhatom, hogy több száz olyan gyereket képeztünk, akit sikerült utána egy kicsit kiemelni abból a környezetből, segíteni, ahonnan érkezett, és eljutatni az érettségi vizsgáig. Az, hogy milyen sikerrel tudtunk rajtuk segíteni, hogyha százalékosan kellene megfogalmazni, azt mondom, hogy olyan 30-40 százalék az a arány, ami a belépő és a sikeres érettségi vizsgát a gyerekeknek az aránya. Tehát nagyon sok lemorzsolódott, nagyon sokat visszahúz a környezet, de én azt mondom, hogy a többi iskolához képest azokkal összehasonlítva mi eredményeinket, nagyon rendben vagyunk. A már több alkalommal megrendezett konferencia a programban tanító szakemberek tapasztalatcseréjére és az új utak keresésére ad lehetőséget. Megküzdési technikákat is elsajátíthatnak itt a nevelőtanárok, a sokszor nem mindennapi kihívások megoldásához. A pedagógusok elmondása szerint a kollégiumban ez a közösség egyszerűen családdá válik. A kollégium részben családként is működik, tehát a kollégiumban úgy kezeljük ezeket a gyerekeket, mintha sajátjaink lennének. Mindenféle értelemben próbálunk minél többet nyújtani nekik. Én azt gondolom, hogy rengeteg élménnyel lesznek gazdagabbak, amit a saját családjukban tudnak továbbadni, és ezzel kapcsolatban is vannak visszajelzések, illetve nagy tanulmányi sikerek is vannak, szép életpályák, amikről szintén visszajelzéseket kaptunk. Sokan szereztek a mi intézményünkben az érettségit követően diplomát, lettek pedagógusok, lett japán szakot végzett tanuló, kertészmérnök, stb. De ugyanakkor mindamellett rendkívül fontos az is, hogy nem csak ezeket a diplomát szerzett tanulóknak az eredményeit értékeljük, hanem aki egyáltalán érettségihez juthatott, és nem termeli újra a hátrányos helyzetet, tehát az ő gyereke már nem lesz hátrányos helyzetű. A kollégiumi programba pályázat útján kerülhetnek be a fiatalok, majd az adott intézmény bírálja el, megkezdhetik-e a támogatás segítségével középiskolai tanulmányaikat.